Elöljáró érkezik a megyei rendőrfőkapitányság Nyírbátori képzési központjába. Itt tartották a határvadász képzés harmadik ütemének hivatalos tanévnyitó ünnepségét. A leendő határvadászok hangosan köszöntötték parancsnokukat. Jó napot kívánok! A képzésben már 874-en vesznek részt. Kettől pedig újabb 148 leendő határvadász kezdi meg a tanulmányait öt helyszínen, Nyírbátorban, Debrecenben, Kiskunhalason, Pécsen és Remeteszőlősön. A rendőrség 3000 fős létszám fejlesztése érdekében meghirdetett határvadász képzés harmadik üteme indult el. Ezúttal újabb két szakasz, összesen 43 fővel kezdte meg tanulmányait itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság Nyírbátori objektumában. A két szakasz a rendvédelmi alapfeladatok modul elvégzése után vizsgát fog tenni, és eredményes vizsga esetén 2017. március 1-én a készenléti rendőrség hivatásos állományába fognak kerülni. Az őrjárőrtárs részt szakképesítést június 9-én szerezhetik meg a határvadászok, egy hónappal később pedig munkába állhat a januárban kezdett állomány. Gyermekkorom óta érdekelt ez a hivatás, és a családomban is van egy ilyen pályázat, aki erre a szakra képesített, és erre is lépett, és tovább is lépett, és gondoltam magamban, hogy érzek én is annyi hivatást magamban, és van erőt, és képzés, hogy végig tudom hajtani. És ha már erre léptem, úgy terveztem, hogy minél tovább feljebb, és lépek tovább, minél magasabb szintre. Az országos rendőrfőkapitányság tervei szerint a kihelyezett képzési helyek folyamatosan felmenő rendszerben biztosítják majd a határvadász állományt a készenléti rendőrség részére.